Balagás a Kiskulcsosiban, Darabos Lehel sikerei, gyermeknap a Zöldfa utcai óvodában. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 22-én 18 óra 5 perckor. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményében egy nyolcadikos osztály vett búcsút péntek délután az iskolától. A szüleiknek egy közös dal eléneklésével és egy-egy szál virággal köszönték meg a segítséget, támogatást a diákok. A 8 év alatt legjobban teljesítő tanulmányi és sportmunkájukért jutalomban részesített többeket Plósz Csilla intézmény vezető. Dr. Király Józsefné az alábbi gondolatokkal búcsúzott osztályától. Kedves ballagó nyolcadikos, sok kedves osztályom, szinte hihetetlen, hogy ti álltok itt, illetve ültök. Ti, akik nem is olyan régen érkeztetek az iskolánkba, akikkel minden nap együtt örültünk, búslakottunk, akikkel szinte minden nap küzdöttünk. Ti, akik tavaly még lelkesen díszítettétek ballagáskor a 8. osztályosok termét, és azóta egyre türelmetlenebbül vártatok erre a délutára, és elképzeltétek ezeket a pillanatokat, amelyek ugye nem is olyan könnyűek. Az iskola minden diákja, dolgozója értetek öltözött ma ünneplőbe, és díszítette fel a termeket virágba borítva. Nektek készültek, értetek és voltak napok óta a szüleitek, nagyszüleitek, rokonaitok, barátaitok. Benneteket ünneplünk. De az ünnepbe mindig egy kis szomorúság is keveredik. A búcsúzás pillanata valamennyiünkben vegyes érzelmeket kelt. Végre megszabadulhattok eddigi kötelezettségeitektől, a felelésektől, a dolgozatírásoktól, hát sajnos persze csak egy darabig. De ide kötnek az emlékek, a csénytevések, a barátok, a szerelmek. Ezeket az éveket nem lehet kitörölni, elfelejteni soha. Régóta érzitek már, jó lenne menni, de fáj itt hagyni a megszokott biztonságot nyújtó régi iskolát, a jó barátokat, osztálytársakat, és talán bennünket is egy kicsit, tanáraitokat. Sokan közületek komolyan sportoltak, és sportolnak most is. Legfőképpen kézilabdáztok. Ez nagyon fontos szerepet töltött be az életetekben. Fizikailag és lelkileg is megerősített benneteket, tartást adott és nagyszerű életszemléletet. Nemrégiben megkérdeztétek, hogy nem furcsa ellátni benneteket, hogy felnőttök. Mi nagyon örülünk, hogy tanúi lehettünk annak, amint ovis kisgyermekből szép fiatal lányokká, fiatal emberekké szépültetek. Büszkék vagyunk rátok. Nem fogunk mi sem elfelejteni benneteket. Az itt töltött évek összekötnek bennünket, szinte egymás családjává váltunk. Bár sokszor próbára tettétek tanítóitok, tanáraitok türelmét, megértését, szigorát, viszont ellensúlyozni tudtátok kedvességetekkel, okosságotokkal, talpraesettségetekkel. Nagyon szerettünk hozzátok járni, tanítani. Mester Anikó tagintézményvezető pedig az alábbi gondolatokkal bocsájtotta el a végzősöket. Itt álltok az általános iskolai tanulmányaitok végén. Hosszú idő telt el, mire a kis elsősből nyolcadikossá cseperedtetek. Visszagondolva, talán még emlékeztek az első találkozásra, barátkozásokra. A rengeteg pozitív és negatív élmény formálta a közösséget, és a kisebb csoportok kapcsolatát. Az évek során sok önbizalmat erősítő sikerben és időnként kudarcban is volt részetek. A tanulás mellett a tanulmányi, művészeti, sportversenyek vetélkedék területén is kipróbálhattátok magatokat. Az iskolában figyeltünk rátok, néha talán túlságosan is vigyáztuk lépteitek. Szüleitekkel együtt próbáltunk nevelni, irányítani benneteket. Sok olyan sikert értünk el bennetek, ért bennünket általatok, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. Nem csak a versenyeredmények számítanak, vannak köztetek olyanok, akik a kezdeti döcögős indulás után, megkomolyodva,
határozott célt kitűzve végezték az utolsó hónapokat. Ezeket a pozitív változásokat is magunkénak érezzük. Sokszínű évfolyam vagytok. Ki tanulásban, ki a nyelvek területén, ki a művészetek világában, ki pedig a sportban alkotott nagyobbat. Mindannyiótokban ott rejlik a tehetség. Kiben így, kiben úgy. Sokszor hosszú évek telnek el, mire felszínre tör, de úgy gondolom, akkor lehettek boldogok, ha azt csináljátok, azzal foglalkozhattok, amit igazán szerettek. Az előbb már említett tanári nevelőmunkánk, bízom benne, nem csak a középiskolában segít benneteket, hanem az élet kihívásai során is eligazodást nyújt majd. Tisztelt szülők! Büszkén tekinthetnek ballagó csinos lányaikra és jó kiállású fiaikra. Az arcukra nézve felvillan a 8 évvel ezelőtti kisgyermek képe, aki az óvodát elhagyva új kihívás felé vette az irányt. Ez a 8 év az önök részére is nagy próbatétel volt. A folyamatosan változó gyermeket irányítani, nevelni kellett. A helyes út megmutatása komoly erőpróba. A rendszeres, mindennapi tanulásra való rászorítás több esetben csak kísérlet maradt. Az önök által képviselt viselkedési normáknak sem feleltek meg mindig. Sokszor hanyagok, feledékenyek, és talán még idegesítően flegmák is voltak. De hát ezért szülő a szülő, és ezért vannak ott ezek a gyerekek ott, ahol vannak, mert a kritikus pillanatok zömében ott áll mellettük egy aggódó anya, vagy egy szigorú apa, esetleg fordítva, akik a nehéz pillanatban támaszt biztosítottak gyermekeiknek, akik tanácsot tudtak adni, lelket öntöttek a csüggedő nebulóba, és kemény munkával biztosították az anyagi támaszt is. A középiskolába átlépve az önállósági törekvéseiket még kevésbé tudják majd kordában tartani, de a szülőkre továbbra is nagy szükségük lesz. Szükség lesz a biztató szóra, a korholásra, a meghallgatásra. Azonban az eddig felsorolt nehéz feladatok emlékei egy pillanat alatt elszállnak, eltűnnek, ha gyermekeik boldogan mutatják sikereiket, hálásan és mosolyogva tekintenek önökre. Köszönöm, hogy gyermekük oktatásának, nevelésének ezt a fontos szeletét ránk bízták, és hogy az elmúlt 8 év alatt mellettünk álltak és segítették munkánkat. A György István Katolikus Általános Iskolában Darabos Lehellel beszélgettünk. A köri matematika versenyen 3. helyezést ért el Lehel, akinek egyik kedvenc tantárgya a matek. Szeret feladatokat megoldani, ott is inkább a bonyolultabbakat, mint a választósokat, mert előbbi gondolkodtatja el jobban. Az egyik kedvenc tantárgyam, és szeretek matek feladatokat megoldani, és matek órán dolgozni a tanárnővel. Mely feladatokat szereted, amikor csak tippelni kell, vagy amikor egy kicsit gondolkodni is kell, és kicsit bonyolultabb a feladat? Jobb, amikor bonyolultabb a feladat, az meggondolkodtat jobban. És most erre a versenyre hogyan készültetek? Bardi Károlyné matematika tanárnővel készültünk fel a versenyre. Külön gyakorló órákat szenteltünk ennek a matematika versenynek, ahol előző évek feladatsorait oldottuk meg. Volt olyan, amiket sokat gyakoroltunk, ilyen egyenletes matematika feladatok, de volt egy-két olyan feladat, amin igen, gondolkozni kellett. Hogy érezted, amikor letetted a tollat és beadtad, hogy sikerült? Hát úgy éreztem, hogy jól sikerült, bár éreztem, hogy az utolsó feladat nem sikerült annyira jól, és hát igazam is lett, de szép lett az eredmény szerencsére. Az online versenyeket nem szereti, számára jobb, ha ott van a helyszínen. Jobb az, amikor ott vagyunk a helyszínen, az hát maga az érzés, hogy ott vagyunk egy ilyen országos döntőn, az nagyon jó érzés, és kicsit a stressz helyzet is jót tesz. Mivel most 7-es, így még 8-ban indulhat ezen a versenyen. Igen, szerintem indulni is fogok. A tanárnő mondta is, hogy ez egy jó felkészülés egy felvételére, az írásbeli felvételére a középiskolákba.
matek-fizika szakra szeretne Debrecenbe menni, a Fazekas vagy a Tóth Árpád gimnáziumba. A legnehezebb tantárgy számára az angol. Az angol talán a legnehezebb, de sok tanulással azt is megértem és meg tudom jegyezni. És akkor esetleg 8. év végére nyelvvizsga is a cél? Igen, ez is egy cél, de ez még sokat kell gyakorolni. Mára a maketteskedés a múlté, a tanulás az első számára. Mostanában nem szoktam maketteket építeni. Ez akkor egy kicsit fájdalom? Nem annyira, mert hát kicsit meguntam egy idő után, hogy sok makettet építettem. Ott vannak a szobámban a polcon, de most kicsit hanyagolom őket. A kikapcsolódást az olvasás, a biciklizés, természetjárás és a barátokkal való találkozás jelenti majd nyáron is. A könyvekből jobban szeretek olvasni, mint interneten, úgyhogy inkább könyveket szoktam olvasni. Szeretem a történelmi regényeket, de a természettudományos könyveket is szeretem. És mondjuk a természetjárás az kikapcsol? Igen, szoktam biciklizni a természetbe, esetleg barátokkal is. Jó testvérként kisugának is segít, ha nem ért valami matek leckét, vagy esetleg angolt, és már várja a nyári családi kirándulásokat is. Nyár nyitogató gyermeknapi családi délutánt tartottak a Zöldfa utcai óvodában. A részletekről Harsányiné Szabó Ilona tagóvoda vezetővel beszélgettünk. Nagyon fontos ez a gyereknap, hiszen az elmúlt két évben a Covid helyzet miatt csak szűk körben a gyerekekkel tudták csak megvalósítani. Ez az első olyan rendezvény, amin a három csoport gyermekei szüleikkel együtt lehetnek, együtt tevékenykedhetnek, játszhatnak. Nyárnyitogató családi gyermeknapunkat évekkel ezelőtt azért hoztuk létre, hogy egy felhőtlen délután tudjanak eltölteni a gyerekek a szüleikkel közösen, és a szülőket egy kicsit ráhangoljuk az óvodai életre, illetve az egymással való kapcsolattartásukat szeretnénk erősíteni. A mai délutánon a tehetségműhelyes gyerekek, óvodánkban három tehetségműhely program valósult meg ebben a tanévben. Az egyik tehetségműhely volt a kis fürkészek, bocsánat, a másik, aki a környezeti nevelést iránt elkötelezett, volt a mesetarisznya tehetségműhelyünk, aki a mese iránt elkötelezett gyerekeket várta, illetve volt egy énekzenei tehetségműhelyünk. A tehetségműhelyes gyerekek fellépése után a lányoknál a csillámtetoválás, arcfestés, a fiúknak a mozgásos játékok, kézműves tevékenységek voltak a szülőkkel közösen, a legkisebbeknek pedig légvárat állítottak fel. Olyan programokat próbáltunk a gyerekeknek kínálni, amik kedvelt, ilyen ugye a lányoknál a csillámtetoválás, arcfestés, a fiúknak a mozgásos játékok, kézműves tevékenységek, és van légvár is egy kisebbeknek, akik nem szeretnének egyikbe se bekapcsolódni. Emellett ugye nem csak a ilyen játékokkal készültünk, hanem készült a tehetségműhelyünk is egy kis műsorral, illetve majd a végén, meglepetésként, akik majd végig itt lesznek a rendezvényünkön, ők pedig ajándékul egy óvónői mesében fognak részt venni, és előadjuk számukra a Kiskakas Gyémánt Félkrajcárja című mesét. Az elmúlt héten mindhárom csoportban megvolt a ballagás. A tanévzáró ünnepség keretében elbúcsúztak az iskolába menő gyermekeiktől az óvónők. Három csoportunk szerda, csütörtök, pénteken ballagott el az óvodától. Ilyenkor a délután keretében egy tanévzáró ünnepség zajlik, és a tanévzáró ünnepség keretében pedig elbúcsúzunk iskolába menő gyermekeinktől. Minden csoport a saját gyermekeitől búcsúzott ebben a tanévben, és köszöntötte őket verssel, dalokkal. 19 gyermek kezdi most meg az iskolát ebben a tanévben, és reméljük, hogy valamennyi helyre kis csoportos fog érkezni majd ősszel az óvodánkba. Addig még sok minden történik a Zöldfa utcai óvodában, egy felhőtlen nyár keretében. Lesznek olyan gyerekek, akiknek az ügyeletes óvodába kell menniük nyáron, mert a szülők dolgoznak, de ott is sok program lesz majd. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!